Na, jó napot kívánok mindenkinek, 38. rész. Na most arra következtettem, mert hogy én utána néztem minden egyes lehetőségnek, tehát Google, YouTube, mod bemutató, minden egyes szarnak utána néztem, és egyszerűen nem tudok rájönni, mi a szarért nem működik. Szóval arra fogok következtetni, hogy ez egy bug. Nem tudom, lehet, hogy én verzióm, de tényleg, tehát hogyha velem lenne a baj, akkor erre a pontra már tudnám valószínűleg, mert én utána néztem, nagyon sok időt töltöttem azzal, hogy csak utána nézek, szóval nem tudom. Már muszáj arra következtetnem, hogy ez egy bug, csak amiatt nem működhet, mert most komolyan energiája van, sapling van, de a humuszt se lehet betenni, mert emeltileg azt is be lehetne tenni ide. Meg víz eltűnik, szóval gondolom ez is, tehát bug, nem tudok egyszerűen másra gondolni. Szóval bugol, mint a rohadt élet, ami azt jelenti, hogy ezt most felfüggesszük. Kitalálom, mi lesz, és majd következő részben visszatérünk rá, hogy mi legyen akkor ennek a sorsa. Ma pedig más csinálunk, nevezetesen kicsit megmutatom, mi van a méhekkel, mert automatizálási gondjaink vannak. Itt elkezdtem mutálni egy Meadows, mert volt egy fölös Meadows Queen-em, azt összeraktam egy Mystical-lal, látha tudnak mutálni, a többi még ugyanaz. Aztán meglátjuk, mi lesz. Na most ugye az automatizálás rét az az egyetlen problémám, hogy amire gondolom kellett volna egy utólag belegondolva, hogy az item duct-ok nem tudják megkülönböztetni a mystical-t a mondjuk egy Meadows-zal. Szóval attól, hogy ide mystical van, az IP-jük ugyanaz, azt hiszem, ugye? Azt hiszem ugyanaz, és akkor ugyanúgy be tudja tenni ide a... Hát az lényeg, hogy össze-vissza megy, és ez nem biztos, hogy jó, bár legalábbis előző részben ezt vettem észre, persze lehet, hogy ez csak valami egyszeri gigszer volt. Én úgy vettem észre, hogy ez bizony így van. Most megvárom, még valaki meghal. Mondjuk ez itt, és akkor meglátjuk, mi történik. Fel például ez se húzza ki, fogalmam sincs, hogy miért pedig. Meg van mondva neki, hogy mindent kihúzzon. Szóval például est kapásból nem értem, miért van, de hát, hogyha meghal a többi, akkor már kihúzza, nem tudom. Ez mindjárt kiderül, megvárom már gyorsan, amíg meghalnak ezek. És akkor megtesznek egy kört. Bármelyik pillanatban most már. Lécike? A többiek. Ez még él bőven. Ez is mindjárt kihal. Aha, oké. Okay. Akkor például most ezeknek már mozogniuk kéne kapásból. És nem tudom miért nem. De komolyan, nem tudom. Pedig ugyanaz van, mint a többinél. Tehát opa. Termelnek. Igen, tehát a méhek teljeszkednek virágok terén. Ezt jegyezzük meg. Füzetbe felírni. Szóval ezek például miért nem indulnak el, ez már egy jó kérdés. Mert ide jönnek, de igen, erről beszéltem, hogy össze-vissza van itt minden már. Ez valahogy... igen, és akkor itt meg... mondjuk ez nem is rossz, mehet. Egy kis mutálás, mert ne. Megnézzük, mi lesz belőle. Szóval igen, erről beszélek, hogy egy kicsit itt vannak vicces dolgok. Akkor ide jöhet a Meadows. És itt bejött valami nagy szar. Itt repkel össze-vissza. Úristen, mekkora dög! Ez valami lódarás? Én nem ölöm meg, bakker, mert ha megtámad, én meghalok. Hú, basszus. Nem mindegy, biztos csak assziszi virág vagyok. Na mindegy, nevel. Amúgy tök poén, hogy pont méhekkel foglalkozok, és bejön egy ilyen nagy dög. Várjátok, kinyitom nekik az ajtót. Aj, gyere már, te seggfej! Oda menj ki! Ez az! Nem? Várjál! Menj ki! Aj, de hülye vagy! Hát ez hülye. Bakker. Szintem, ha lebontanám körülött a házat, akkor se találnak ki az alaprajzból. Na mindegy. Közben rám sötétedett? Így zümmög valahol. Na itt van a fejem fölött. Na mindegy, nem érdekes. Na mindegy. Aludjunk gyorsan egyet. Aztán következő nap pedig meglátjuk. Milyen ellenségek. A tetőn vannak még, mindig ott szoktak fanyázni. Mindjárt meg kiderül, ha fel tudnék ugrani a tetőre. Múltkor fel tudtam. Nem ugrok elég nagyot, az a baj. Így, és akkor így, oké. Okay. Nem a tetőn vannak, de mondjuk ezt is kivilágítom, hogy ne is tudjanak itt lenni. Mindig ott körözik ez a hülye. Ezt komolyan mondom, zseniális, amit néha itt levágnak nekem. Oké, okay, tehát hol vagyunk? Hol a... Ez a szörny, ami miatt nem tudok aludni. De hol? Lehet, hogy a...
bázisomba itt lent. Az elképzelhető mondjuk. Itt hörög valahol, de nem is tudom hol. Ez érdekes, azt nem is igazából. Nézd már, kitalált az ajtón, de okos vagy. Ki tudtál találni egy 86x86-os, úristen. Srácok, egy kicsit mintha baj lenne. Igen, kicsit nagy a szaporulat. De nem baj, közben ezeket lehet szüretelni. Kicsit elvégzem a dolgaimat, így az éjszaka leple alatt. Mert hogy aludni nem tudok, valaki miatt. 71, ez is még megvan itt nőve. Visszaültetjük, 71, 71, és az van még megnőve, oké. Okay. Egy kis Ender Pearl születelés, szüretelés, igen, ez az a szó. De hol van ez a zombi, komolyan mondom. Nem, hát jó, nyilván nem fog lebegni, köszönöm, agy. És mindegy. Valahol ide nem temettem be valamit a föld alatt, és akkor most ott leledzik. Na mindegy, akkor dolgozunk éjszaka, mintha annyira érdekelne igazából. Na mondjuk érdekel. Na jó, tudjátok mit? Seggem. Na most már tudunk aludni, mert itt méhek meg nem dolgoznak, pedig engem most azok érdekelnének. Na, jól van. Mindenki rohadt boldog. Eső ugye eláll, mert méhek meg esőbe se dolgoznak. Úgy tűnik eláll. Ja, eláll. Jól van. A másik ajtót nem zártam be. Szóval méhecskék. Ezt is ki kéne húzni a fogam. Ó! Oh, neveztettek nekem még egyet. Oké, okay, lesz egy kis mézünk. Amúgy mézet is lehetne préselni. Igazából. Mert miért ne? Csináljuk azt? Jó, csináljuk azt. Tehát a következő lesz. Gyors inventory takarítás, és magamhoz is kell ragadnom pár dolgot. Méheket lerakhatom még az ideig, igazából senki nem fog zavarni. A pneumatic servo pont nem kellett volna, mert az kell. Jó. És kell még ilyen tank. Ez valószínűleg kevés lesz. Szóval csináljunk még. Vas ugyebár, és akkor az megy a rolling machine-be. Úgy nézünk ki. Amit már tök rég használtam, szóval így is tök jó. Végre van alkalmam. Oké, csináld. Majd megkereslek emiatt később. Na most úgy érzem, hogy az energiával jól vagyunk, tehát amiatt nem igen kell aggódnom, az, amíg el is leszünk egy darabig valószínűleg. Igen, meg sem mozdul, és még üzemanyagból is van nagyon sok, szóval tök jók vagyunk energiaügyileg. Szerintem még a kőgyáram be van kapcsolva. Igen, azt meg úgy nem kéne. Mert már kicsit, ja, Magyarország túl teljesít. Oké. Jó, ebből már tudok csinálni valamit. És akkor azt fogjuk csinálni, hogy méz, ajajaj, mézet fogunk préselni. És következő kérdés, hol tároljuk a kipréselt mézet? Valószínűleg itt hátul, mert itt nem fog zavarni senkit. Szóval akkor csináljuk azt, hogy így lesz a 3x3-as alap. Hát nem lesz túl szép megint, de működik. És ha már párszor megénekeltem, hogy ha már működik, akkor én már boldog vagyok miatta. Na, hogy kell ezt? Így kell, azt hiszem. Tök rég építettem ilyen multiblokkokat is már. Meg ide kell egy sarok. Tetejre is kell. Aztán üvegek. Meg a valve. Yes. A valve az jöhet ide, mert ez van legközelebb. Oké, okay, itt fogjuk tárolni a méztot. Most a méz az úgy legyen már, hogy szépen jön. Hol a squeeza? Squeeza, ez pont ez, pont rossz sorrendben van, mindegy. A méz majd kijön itt hátul, és szépen végig. Hát ez szinte tökéletes, ez a berendezkedés. Egyenes vonalban haladunk, és akkor ideiglenesen téged lebontalak. Azt kell veled csinálni, hogy nem tudom, működik-e. Erre is lehet pneumatic servót rakni, vagy erre inkább nem kéne. De lehet, akkor tök jó. Akkor neked is azt mondjuk, hogy ignoráld a redstone-t. Jó, egy darab stone blokkot visszarakunk. És itt pedig megmondjuk, hogy a, csak az jön ide be, ami méz. Tehát ilyen honey drop, vagy mi.
ez, mert ugye ebből lehet mézet sajtolni. És akkor ez whitelist, és ennyi. Ennyi. Tehát tulajdonképpen készen is vagyunk. Ennek a felét lepréselem csak azért, hogy... Csak azért, hogy kíváncsiságból. Majd ezt a folyékony mézet természetesen fel fogjuk használni később a 2.0-as méhészeti gépeinkhez, de az még nem most lesz. Előtte gyűjtsünk még mézet. Ó, tök jó. Nagyon-nagyon zsír. Oké. Gyűjtünk akkor mézet. Illetve... Most azon gondolkodom, hogy... Nem hiszem, hogy Forest Realm-ben vannak benne ezek a gépek, mert az inkább extra bíz lesz. Igen, igen, extra bíz, ezek kellenek majd nekem. Sequencer, gene pool kell, genetic machine az annyira nem, indexer, advanced genetic machine, isolator, replicator, purifier, úristen, mik ezek? Inoculator, tehát inoculator, synthesizer, meg purifier biztos, hogy kell. Csak azt nem tudom, melyik mit csinál, de tudom, hogy kellenek. Indexer az hasznos, bár nem kötelező. Databank. Acclimatizer, ez is jó. Apiarist machine. Splicer, sequencer, gene pool. Azt hiszem a gene pool az, ami nekem kell, bár... Ne legyünk ebben annyira biztosak. Bakker, ezek a tehenek annyira idegesítőek, megölök már párat, komolyan mondom. A szaporulat már elég nagy. Úristen, srácok! Na. Jól van? Hú, mennyi experience, bakker. Tök jó. És azt hiszem már túl sokat öltem meg, de nem baj, mert ezeket vissza tudom hozni. Portál, oké, azt hittem egy pillanatig, hogy nincs meg, de megvan. Na. Te visszajössz, és akkor már vagytok ketten. Nagyon jó. Kicsit ezzel a laggot is megoldottam. Jézusom, srácok, mit fogunk kezdeni ennyi hússal? Hát ez jó. Jó, megszöktek amúgy páran, de hát hagyom őket élni. Nekem elég kettő. Jó, hát igazából ez csak ilyen időtöltő volt. Fú, mennyi bőrünk van már. Mindegy. Szóval... Azt hiszem, kell egy carpenter, mert az meg biztos, hogy kell mindenhez. Szóval akkor csináljunk egy carpentert, mert ez biztos, mint mondtam, biztos kelleni fog. De nem ide, hanem ide, srácok. Carpenter, az bronz, ugye? Bronz, és még több bronz. Bronzom azt hiszem már annyira nincs, szóval azt csinálunk még párat. Így. Jöhet egy ilyen. Meg jöhet egy ilyen. Carpenter, hát ez könnyű volt. Aztán, hát tudjátok, mi fog most következni? Aqueous Accumulator. Mi nem kell, egy kicsit túl sok itt a gépen, mi nem kell, mit szedjek fel? Lehet, hogy ezt áttelepítem majd ezt a egész rendszert, mert annyira nem is tetszik nekem, hogy itt van. Szóval áttelepítem szintén, és akkor ide jöhet egy carpenter, amit majd táplálunk vízzel, amit még nem tudom, hogy oldok meg. De valahogy jó lenne. Meg ugye kell bele energia is. Conduit. Ez csak egy. Ugye bár. El tudok érni odáig? Vajon? Igen, oké. Ezeket visszaszedjük. És akkor úgy csináljuk ezt az egészet, hogy a vizet valahogy be kéne vezetni, mert ugye itt van víz, szóval valahogy el kéne vezetni oda hátra. Itt van, nem, ez csak energiavonal. Ez mi? Ja, ez vagy a méhészetre, oké. És a vizet meg oda, az lenne a célunk, oda kéne vizet valahogyan. Ezt innen elvezetem igazából, simán. Ilyen nagyon esztétikusan. Szóval nem jó. Valami nem volt jó. Engedj át! Na, köszönöm. Így. Nagyon esztétikusan elvezettem a vizet. Jó, hát ez ennek a garázsnak már úgyis mindegy, vagy pincének. Itt már van minden. Oké, tehát víz, carpenter, zsír. Ez kelleni fog a későbbi kraftolási műveletekhez.
Aztán ugye Gene Pool, ugye azt csináljuk most. Gene Pool, na most Generic Machine, ez egy kicsit bonyolultnak látszik. Apiarist Machine, ez igazából semmi extra, ilyet csinálhatunk. Most azonnal akár. Na, először egy nem. A sajze. Egy ilyet. Aztán egy ilyet. Ez egy Apiarist Machine, nagyon jó. Aztán, op, nem ez. Ez, ehhez kell egy ilyen basic circuit board, ami Carpenterbe tin és redstone, oké. Okay. Tehát tinből egy darab, és redstoneból 6 darab. Ezt becsesszük a Carpenterbe. Ja, igen, ezt így kell. És így mehet. Csinált, haver. Köszönöm szépen. És akkor szerintem azt is meg tudjuk már csinálni. Ezt az egyet. Igen, Generic Machine nagyon jó. Buildcraft tankból kell pár. Négy, azt hiszem. Igen, négy kellett. És kész, Gene Pool. Gene Poolról azt kell tudni, hogy nagyon-nagyon sok energiát meg tud enni, hogyha akarjuk. Valószínűleg most nem fogjuk akarni. Lerakhatjuk igazából pont ide. És akkor alulra bevezetjük a... Ez az a gép, amire gondolok? Igen. Az az a gép, amire gondolok. Ahhoz akkor erre kell energia. Ez azt csinálja, hogy a fölösleges méheket bele lehet rakni, és akkor azt szépen lebontja DNS-re. És ez a folyékony DNS, amit ebből meg fogunk kapni, az megint használatos lesz a későbbi gépeinkhez, mert valami azt teszi. Szóval ez mindenféleképpen jó. No item, azt tudjuk, majd kell bele még. Ez úgy bele is rakok, ami nem kell. Mondjuk ilyen meadows, meg mit tudom én. Szépen ide be lehet rakni, és akkor azt átalakítja DNS-é. Igen, nagyon jó. Ott az energia. És akkor liquid DNA, azt is tárolni kéne majd valamilyen... Valamilyen helyen. Valamilyen tankba. Valószínűleg. A királynőkből sokat lehet szedni, ezt jó tudni. Drónokat bedobhatjuk, igazából ennyit nem, azért waste tartalék legyen. És akkor is szépen fölösleges méheket ide be lehet dobni. Ez már megint ezt csinálja. Mert ahhoz, ha mondjuk most azt vettem észre, hogy nem sikerült a mutálás. Itt viszont sikerült a mutálás! Egy common drone. Sikerült egy common drone. Az jó, az jó, az jó, az jó, az jó, az jó, az jó. Az ugye common, az Sorceress volt meg Meadows, szóval csinálunk még, mert ugye királynő még nincsen, de közben jó lenne egy alvás. A zombi szinte még mindig ott van, amitől nem tudok aludni, valahol. Valahol. Nem tudom hol. Nem, most nincs itt, oké. Okay. Az jó. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Ugye mézünk az szépen gyűl. Gyűl, igen, gyűl. Gyönyörű magyarság, gyűlik folyamatosan. Hehe, jó ez az ajtó. Akkor ugye ször... Hol a Sorceress? Itt van egy. Nincs vagy fölösleges Sorceress király, nem véletlenül? Az nincs. Szóval akkor elnézést királynő, de most el kell, hogy kérjelek egy pár másodpercre. Mystical Queen. Ugye úgy volt a common, hogy Sorceress és Meadows. Szóval akkor ez azt jelenti, hogy Meadows kell alulra. Egy Meadows drone. Mindig eltévesztem ezeket az éperjéket. És egy Sorceress királynő. Nem, mondjuk ez még először ki fog halni így, mert ugye mindegy, majd utána. És akkor ez egy common drone. Ez egy új féle mutáció, csak még király, hozzátartozó királynő nincsen, de remélem azt is fogok kapni egy idő után. Zsír. Forest, ezeket elrakom. Most egy kicsit nagy a káosz a méhészet terén, de egyelőre nem rakok bele a Gene Poolba semmit, mert ki tudja, melyik fog kelleni még, és melyik nem ugye a későbbi mutációkhoz. Sorceress Throne-ból meg van sok, szóval én azt mondom, hogy téged meg keresztezlek valamilyen királynővel. Mondjuk Forest királynővel, abból például pont van. Szóval akkor téged keresztezlek egy Forest-en, meglátjuk, mi lesz belőled. Oké? Okay? Oké. Okay.
itt pedig ki kéne kapcsolni egyelőre ezeket, mert hogyha jön valami érdekes mutáció, azt nem akarom, hogy elvesszen. Szóval akkor téged kikapcsollak, nem akarom, hogy csinálj bármit is. Téged már kikapcsol... nem, akkor téged is. Még téged nem kell, mert te még normális vagy, te meg ki vagy kapcsolva, mert veled meg mutálunk majd. Jó. Minden a legnagyobb. Rendben. Meg nincsen semmi. Ebbe is rakjak valamit? Van valami princess, van Meadows. Akkor teget te se fogsz még mutálulni, csak szimplán. Oké. Mystical. Téged inkább mystical, mert olyanban még nincs. Mystical az még egyikben sincsen, szóval inkább azt. Igen, oké. Oké, teljesen képbe vagyok, titeket meg eltárollak itt egyenlőre. Na, srácok, elértük a 20 percet, ami azt jelenti, hogy sajnos le kell zárnom ezt a mai részt. Akkor, mint mondtam, fogalmam sincs, mi legyen vele, hogyha ti tudjátok, akkor légy szíves, írjátok meg. Valószínűleg nem fogom egyből megcsinálni, mert van, ugye előre veszem fel a részeket. Szóval majd, nem is tudom, a 40. rész körül azt hiszem, majd fogom látni, hogy mit írtatok ez alá. Szóval, ja, majd ehhez visszatérek. És a méhészkedés meg nagyiparba folytatjuk majd. Nagyon-nagyon jól fogunk szórakozni. Viszont én mára köszönöm a figyelmet, legközelebb találkozunk. Sziasztok!